Nagy öröm számomra, hogy a Médiacentrum Debrecen hasonlóan az előző évek gyakorlatához szerepet vállal nagyon fontos, most aktuálisan vallási tematikájú film elkészítésében. Néhány évvel ezelőtt a Mindszenty bíborosról készült filmet nézhettük meg, nem is olyan messze innen, a Római Katolikus Püspöki Hivatalban. És hát örülök annak, hogy a Médiacentrum és a Médiacentrum elkötelezett szakemberei indítatást, elhivatottságot éreznek annak érdekében, hogy egy-egy vallási közösség ügyét fölvállalva, azokat történelmi kontextusba helyezve megismertessék velünk azokat a körülményeket, amelyek talán sokunk számára már nem ismeretesek. Bár nyilvánvalóan tudjuk, hogy a kommunizmus időszakában nem volt egyszerű vallásos életet élni, különösen nem volt, nyilván nem az egyszerű hívőkre gondolok, bár nekik sem, de az egyházi vezetőknek, papoknak különösen bonyolult volt az életük. És még bonyolultabb volt talán a világnak egy kicsi szegletében, Kárpátalján, amelyről mindig eszembe jut, hogy az a bácsi, aki élete során 6 ország állampolgára volt, pedig nem költözött el a falujából sohasem. Ugye osztrák-magyar monarchiától kezdve újra Magyarországon át a Szovjetunióig, ugyanabban a kis faluban, és ugye arról csak én is könyvekből, híradásokból tudok, értesültem, hogy a görögkatolikus egyház a Szovjetunióban, de adott esetben akár Erdélyben, Romániában is milyen nehézségeken, megpróbáltatásokon ment keresztül. És ez természetesen egy egyházi ügy, de ebben életek, életutak, emberi sorsok szerepelnek valójában, és nagyon sok olyan görögkatolikus pap, egyházi vezető volt, aki az életét áldozta föl annak az ügynek, amelyet mi görögkatolikus vallásnak nevezünk. Érdekes volt megélni ugye ez a személyes kötődést, hogy a családunkban nagyon sokszor előfordult, hogy olyanok ültek az asztal körül, a szülők baráti köréből, a nagyszüleim baráti köréből, akikről nem tudtuk, hogy kik. Azt gondoltuk, hogy egyszerű ápoló a kórházból, azt gondoltuk, hogy egy egyszerű könyvelő, vagy éppen, ahogy arra felé hívták a garázsban, az azt jelenti, hogy a busztelepen ő adta ki a gumikat. Hát ő volt Szemedi püspök, mint utóbb kiderült. És döbbenet volt aztán a 90-es éveknek ez a pillanat, amikor ráeszméltünk, hogy milyen emberek vettek minket körül. Hát ugye Holovács Huska bácsi rendszeres vendég volt a házunkban, de hát azon kívül, hogy egy aranyos bácsi, hát ki gondolta, hogy neki milyen szerepe van. Úgyhogy ezzel az indítatással nagyon érdekes volt még menni ezen az úton. Feldolgozni azt, hogy mit is éltek át az eleink. Kisebbségben, mert magyarok voltak, kisebbségben, mert keresztények voltak, és azon belül még kisebbségben, mert hogy görög katolikusok voltak. És olyan elnyomatásban, és ez volt a harmadik teher, hogy ráadásul őket azzal a lelki teherrel nyomasztották, hogy döntsenek. Élet vagy halál? Mert hogy ez az a kérdés volt. És sokan életüket adták, és választották a halált. Én bennem ez a téma mostanában egészen szorosan összekapcsolódik a szíriai élményeimmel, ahol közvetlenül volt alkalmam azokkal a vértanúkkal, vagy vértanú családtagjaival találkozni, akik szintén a kereszténységük miatt, a Krisztushoz való hűségük miatt szenvedtek, éppen úgy, ahogy a mi görögkatolikusaink a kommunista időben. Itt Magyarországon is, és Kárpátalján, illetve a környező országokban még inkább. A görögkatolikus egyház volt az, amelyik csak itt Magyarországon maradhatott meg, és a többi országban, környező országokban gyakorlatilag egyetlen tolvonással eltörölték, és ennek igen súlyos, drámai következményei voltak az egyes családokra vonatkozóan. A mi görögkatolikusaink ugyanakkor nem csak a kereszténységük, a Krisztushoz tartozásuk miatt szenvedtek, hanem azért, mert ők hülyek maradtak a katolikus egyházhoz.
hiszen megtehették volna, hogy megmaradnak Krisztus egyházában, és átérnek az ortodox egyházba, amely akkor természetesen a kommunista vezetés alatt szintén nagyon súlyos szenvedéseket élt át, de ők a katolikus hitükhöz való ragaszkodásuk miatt szenvedtek, és ezt ki kell emelnünk, hogy nekünk görög katolikusoknak a katolikus egyházhoz való tartozásunk véresen komoly tény, és erről tanúságot tettek az őseink, akiknek nagyon hálásak vagyunk, és akiknek adózunk. Ilyen filmekkel, az emlékük fölelevenítésével, a következő nemzedékeknek való továbbadással, de még inkább azzal, hogy mi is megpróbáljuk ugyanezt a hitet, ugyanezt az elkötelezettséget a katolikus egyházhoz és a kereszténységhöz való hűségünket megélni, akkor ülhetünk itt jó lelkiismerettel, végignézve ezt a minden bizonnyal sok drámaiságot is hordozó filmet, hiszen a valóságról beszél, hogyha ez az elkötelezettség él bennünk. És erre ma is látunk példát a mai keresztény üldözések során, tehát nem kell nagyon messzire menni sem a múltban, sem a földrajzi távolságokban.